Kedvcsináló bemutatóval kezdődött a ma délelőtti sajtótájékoztató. Elérkezett ugyanis a tatai szabadtéri színpad nyári nagy rendezvényeinek időszaka. A tájékoztató elején az Edda Musicalből adtak elő egy rövid részletet a színészek, amit július végén mutatnak be a szabadtéri színpadon. Augusztus 8-án a Veszprémi Színház előadását, a Hegedűs a háztetőn című musicalt mutatják be, majd augusztus 13-án Koncz Zsuzsa koncertjére várják a nagy érdeműt. Augusztus végén a Magyarok Dalszínház bemutatóját tartják, végül szeptember 12-én a Benkó Dixieland lép színpadra. Úgy gondoltuk, hogy összehívjuk a sajtóképviselőit, mert szeretnénk egyszer átadni az összes információt, ami ezekkel a nagy produkciókkal kapcsolatos. Mert vannak olyan kulisszatitkok, ami mondjuk érdekes, például Koncz Zsuzsa Magyarországon most nyáron csak két koncertet ad, egyik Tata, a másik pedig Budapest. Egy 3 éves előkészítő munka igényelt, úgyhogy szerintem ez is egy kulisszatitok. Az Edda Musicalnél nagyon látványos pirotechnikai eszközök lesznek például. Nagyon sok táncos, motoros bevonulás, tehát a Pintéti Mosz-Szigetszentmiklós és Szigetszentmiháza képviselője nagyon látványos produkciót tervez. Pataki Attila is a vendégünk most, úgyhogy a sajtótájékoztatón. A Mészáros Árpád Zsolt koncertet azt nem kell bemutatni, élő zenekarra jön, tehát nagyon szeretik a fiatalok, úgyhogy a Benkó Sándorral pedig úgy jegyeztük meg, hogy a Benkó Dixieland koncert az egy nagyszabású koncert lesz, mely meghívott nemzetközi szintű Dixieland találkozó lesz, öt ilyen Dixieland csapatot hív, és mindegyik, tehát testvérárosi, Lengyelországból jönnek, és szerintem az is egy 5 órás koncert lesz, úgyhogy szerintem így úgy gondoltuk, ezt az összes információt szeretnénk megosztani a sajtó, meg ilyen képviselő, illetve a nagy közönséggel. Szeptember 12-én lesz ez a neves nap, külföldi, belföldi kiváló muzsikusokkal, régi bajtársainkat a Jazz Bandból hívtam meg például Lengyelországból, a Boogie Gang Band Győrből, akik valami elképesztő fiatal gyerekek, és ebben a Boogie Woogie-ban mindent beledobnak, ami kell természetesen. Jön a Miskolc Dixieland, aki a hagyományos Dixieland kultúrát viszi, felépnek tatai művészek, hiszen ragaszkodtunk hozzá, hogy villanjanak ők is meg, nagyon örülök, hogy jönnek is, és a Benkó Dixieland fogja zárni ezt a fesztivált.